Sziasztok! Ebben a videóban Minecraftozni fogunk Legóba. Hogyha még nem láttatok volna az előzőt, ahol bemutattam ezeket az épületeket, akkor csekkoljátok le! Ma pedig különleges napunk lesz, mert feltöltöttem a kamerát, de az is, hogy ma viszont bárányon fogunk lovagolni. Van is itt egy bárányunk, de nem megy ilyen, komolyan leszakadt az egyik lába. Mondtam, nem megy ilyen könnyen, vagyis nem mondtam végig, mert leszakadt a bárány lába. Na, nem egy ilyen könnyen, mert én lovon is szeretnék lovagolni, viszont nem csak egy bárányon. De viszont van lovunk, három, ezért fogunk egy kis lóversenyt csinálni, mert rég lovagoltam a lovamon. Mindannyian rég lovagoltunk, nem? Igen. Persze. Hát engem is foltos, hogy hívják? Foltos engem is, valószínűleg megyek is. És még egyszer felöltöttem a kamerát, bocsánat, a technikai hibák. Kinyitjuk a kaput. De nem megy ilyen könnyen, hogy csak elviszem és lovagolok. Le is kell tisztítani. Nem azért, mert saras. Hát saras is, de ezek nem sárfoltak, hanem tényleg olyan ló. Akkor fogok egy kefét a kezembe, egy ilyen lila kefét. És megkefélem a lovat. De nem úgy, hogy leesik róla. Még nem is kéne felállnom a lóra. Jó. Ouch. Jó. Most pedig szappan kell. Azzal is lemassuk. Szemét óvatosan. Jó. És ennyi, mert a spré akkor kell, hogyha le kell fertőtleníteni a lábat. Jó, akkor ide rakom a szappant. És egy kicsit bármi is legyen, ez szórok rá, vagy öntök rá. És akkor, hogy díszesebb legyen, nézzük meg, hogy jó rá a nyereg. Persze, hogy nem jó, mert én nem tudok belemülni. Mindegy, akkor. Jó, többiek nem tisztítják le, mert amúgy is sima fekete. Majdnem fordítva ültettem rá. Most szórakozol vele? Na, akkor állnak a kaput. Úgyhogy valaki leesik a lóról, de se baj! Jó, akkor itt fog lesben állni vaskulen. Akkor itt? Mondjuk nem hiszem. Jaj, akkor állni fog. Itt a bárban, csak nehogy összeigyék, hogy állisítanak. Na, akkor innentől álljanak. De tényleg, bemondom a nevüket.
először is. Ja, képzeljétek el, meg lett neki a neve. És úgy néz ki, mint egy sapka lenne rajta. Megvan a neve. Knight a lován. Foltosan. Gonoszfalusi egy a lován. Villámon. És gonoszfalusi kettő lován. Csillámon. Vagy feketesség a másik neve. Álljanak a rajtvonalhoz! És három! És három! Kettő! Egy! Itt viszont! Gonoszfalusi kettő nyert a lován! Feketességem másként! Csillámon! Tegyen most a győztes egy díszkört! Remek! Ő biztos bejut a második fordulóra! Amin csak ketten mehetnek! Vagy hárman, tök mindegy. Attól függ, mennyi. Következő futam. 3, 2, 1. Aki nyert, az nem más, mint gonoszfalusi egy a lován villámon. Tegyen egy dísz lovaglást oda-vissza. Rendben, aki most győz, az jut be. 3, 2, 1. És aki nyert, az nem más, mint Knight a lován. Folytosan, dan-dra-dan-dan-dan. Ezért tegyen egy kört, úgy, hogy a körben meg is fordul. Mind a hárman bejutottatok. A következő fordulóban csak kettő ember juthat be. A kör most 3, 2, 1. A körben pedig nyert Knight a lován foltoson. Tegyen egy díszkört. Tudom, egy körtöttem. Remek. Ő már biztos bejut a következő fordulóba. Következő forduló indul. 3, 2, 1. Úristen, nem hiszem el. Knight győzött. Vagyis nem. Célfotó szerint nem Knight győzött. Egy hajszállal gonoszfalusi egy győzött. De persze Knight is bejut. Ezért gonoszfalusi egy tegyen egy oda-vissza kört. Remek! Akkor sajnos gonoszfalusi kettő kiesett. Gyere! Te lesz itt a harmadik. Remek, már csak kettő van. És kettő fordulót megyünk. Hogyha mind a ketten nyertek, akkor már csak egy forduló lesz. Na, nagyon húzzunk bele a lovak és az emberek is. Úgyhogy a következő forduló indul. 3, 2, 1. Úristen! Ehhez célfotó kellett.
Úr is. A célfotó azt határolja meg, hogy Knight győzött a lován foltoson, ezért tegyen egy díszkört úgy, hogy a közepén megfordul. Remek, remek, remek! Már csak Knight, nem tudok beszélni. Knightnak kell egyszer nyernie. És bejut a döntőbe. Ami azt határolja meg, hogy ő nyer. Mert ez döntő. De mindegy. Akkor következő forduló indul. 3, 2, 1. Úristen, ez is célfotó kellett. Milyen gyorsak már ezek a lovak. A célfotó szerint, úristen, gonosz falusi 1 nyert. Vagyis utolsó döntő. És ebben, aki most győz. Az nyeri meg ezt a gyönyörű szép kupát, amit most nem látok a ló fejétől, de mindegy, majd meglátjátok, miről beszélek. És 3, 2, 1! Uram, atyám, mit látnak szemeim? Amúgy is ő győzött, de elesett, mert lökte a másikat. Ez nem volt szép gonosz falusi. Vagyis Knight győzött a lován folytosan úgy, hogy eldöltek. Azt majd nézd vissza, kér. Hát akkor álljanak ide a győzteseink. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű volt ez a meccs. Nagyon szuper volt. Úgyhogy oda is adom neked, Knight, a díjat. Inni. Viseld, vagyis tart csak szeretettel. Most kérek egy fotót mindenkitől. Jaj, az én is benne legyek. Jéj, felnyújtom a kezem, hogy jobb legyen. Jéj, és most fotózzátok le! Rendben. Amúgy, hogyha szeretnétek, akkor küldtettek még nevet azért Knightnak, vagyis ugye neki. De nem azt fogja használni, hanem inkább a Kite nevet, de azért találgathatok, mi legyen a neve, hogyha véletlen elfelejtem a nevét, úgyhogy itt a lovamon köszöntem el. Mindenki jön fel a lovára. Bár már elment vasgólem. Úgyhogy így, itt elköszönünk, hátré megy a második, így. Úgyhogy 3-1 nyergetést, és úgy köszönünk el. 3, 2, 1, sziasztok!